Kedves hallgatóink, kedves munkatársaink! Vészterhes időket élünk, amikor megszokott rémfilmjeink valósággá válnak. Felborulnak a mindennapok, eltűnnek a megszokott rutinjaink, bezártságban élünk, beszűkülnek mozgástereink. Új és szokatlan megoldásokkal vagyunk kénytelenek az egyetemen is tanulni és oktatni. Szeretném kifejezni köszönetemet mindenkinek, hogy a helyzethez képest fegyelmezetten és kreatívan áll ezekhez a problémákhoz. Igyekszünk mindenben segítséget megadni a távoktatás legkülönbözőbb formáihoz, biztosítani az eszközöket, a programokat. Kicsiny IT-s és oktatási informatikai csapatunk heroikus küzdelmet folytat, hogy lehetőleg mindenki használhassa a legjobbnak tartott megoldásokat. Ezek közül talán a legpraktikusabb az MS Teams program, amely minden hallgató és oktató számára ennek a hétnek a során lehetővé válik és elérhetővé válik az Office 365 rendszerében. Kérek mindenkit, hogy próbáljuk ki, mert ezen keresztül nem csak egyszerű videokonferenciát, beszélgetést, frontális tanórát, de szemináriumot is lehet tartani, tananyagkiosztást is meg lehet tenni. Az írásbeli számonkéréshez fel lehet használni a Neptun kínálta új lehetőségeket is, ilyen például az Unipol rendszere. Megnyitottuk könyvtári adatbázisunkat, hogy otthonról is el lehessen érni. Éljünk vele akár beadandóinkhoz, akár szakdolgozatokhoz, akár pedig a kutatásokhoz. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ezt a fél évet a nehézségek ellenére a megszokott rendben szeretnénk lezárni. A szorgalmi időszakot az előre tervezett időben, tehát május 16-áig tartjuk. Szeretnénk, hogyha a vizsgaidőszakot is alapvetően meg tudnánk tenni a megszokott 6-7-es rendben. De valószínűleg ki fogjuk tolni a vizsgaidőszak végét a nyár közepéig, mert lesznek olyan vizsgák, mint például a záróvizsga, amiknek lebonyolítása most ebben a helyzetben sokkal több időt vesz igénybe. Végzőseinkre különös figyelmet fordítunk. Kitoltuk a szakdolgozat leadás határidejét, lehetővé tettük az online beadást. Egyszerűsítjük a szakdolgozat védésének formáit is. Akiknek közülük gyakorlatot is kell végezniük, egyénre szabott megoldásokkal próbáljuk segíteni őket, számos könnyítést adva. Senki nem eshet el a diplomájától azért, mert most ilyen a helyzet. A nyelvvizsgák kérdését a kormányzat fogja szabályozni, hogy mindenki megkaphassa majd a diplomáját. Mindenkinek jó tanulást és jó oktatást kívánok ebben a nehéz helyzetben. Egyetemünk szeretne segíteni a bajba jutottakon is, ezért lehetőséget teremtettünk az önkéntes munka számára az egyházi kórházak és a szeretett szolgálatok közös szervezésében. Aki szeretne ebben részt venni, kérem figyelje a kari közleményeket és a honlapot, a Facebookot. Tegyünk minél többen másokért. Korábban elindított felhívásunkhoz csatlakozzunk minél többen, csendesedjünk el egy fohászra, egy imára pár percben a déli harangszó idején. Éljük át együtt a közös ima erejét. Napi biztatást is olvashat mindenki a honlapunkon. Református keresztjén egyetemként a mi időszámításunkban a böjt utolsó hetébe, a nagy hétbe lépünk, ami idén a tavaszi szünetet is jelenti. Nem lesz tanítás, mindenkinek jut elég idő gondolkodni, elmélkedni, imádkozni. Próbáljuk felismerni ebben a szokatlan helyzetben is Isten gondviselő szeretetét, ami oszlatja félelmeinket, erősíti gyengeségeinket, eltörli bűneinket, a halál miatti reménytelenségünket pedig a feltámadás reménységévé alakítja Jézus Krisztusban húsvétkor.
mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kettőkor elindulni? Na még mit nem. Háromkor elindulni? Na még mit nem. Mivel van valami a levegőben, maradjunk otthon, amíg csak kell. A Károli így is része lesz minden napjainknak.